Sportos lesz a napindító, hiszen foglalkozunk majd a tegnapi Litvánia-Magyarország labdarúgó Európa bajnok is rejtezővel is, azzal is, hogy sportdiplomáciai sikert ért el Magyarország Fűrjes Balázs állandó noptag lett, illetve sportolók fognak és már fogtak is össze a menhelyi állatokért. De még mindezek előtt megnyíltak a roma közösségeket támogató és az esélyteremtés erősegítő pályázati források, és itt van már a stúdióban Sztolyka Attila, roma ügyi kormánybiztos. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Ezek a források milyen források, miket kell ezekről tudni? A tegnapi napon kerültek meghirdetésre három pályázati felhívás keretében, hat témakörben olyan pályázatok, amelyek a roma nemzetiségi önkormányzatokat, illetve civil szervezeteket igyekeznek támogatni különböző formátumban. Ezt megelőzte egy nagyon komoly felmérés, amely azt mutatta, hogy, hogy igazából rávetített arra, hogy mire is van igazán szükségük a, a nemzetiségi önkormányzatoknak és a civil szervezeteknek, és ennek megfelelően lettek a pályázati felhívások kialakítva, és a források hozzárendelve. Ennek az az egész pályázati konstrukciónak, illetve csomagnak, ha úgy tetszik, 653 millió forint rendelkezésre. Tehát azt gondoljuk, hogy ez az összeg ez kellő hatékonysággal és elég nagy számú pályázat támogatását fogja lehetővé tenni. Mik a legfontosabb feladatok, amelyeket ugye kielemeztek, és amikre a leginkább lehet majd fordítani ezeket a pályázati pénzeket? A mai világban rendkívül fontos, hogy a nemzetiségi önkormányzatok, vagy akár a civil, önko, civilek is rendelkezzenek olyan eszközökkel, amely az információ áramlást elősegítheti. Éppen ezért 200 millió forintot fordítunk ennek a keretösszegen belül is a nemzetiségi önkormányzatoknak az informatikai eszközöknek a beszerzésére, ezzel is elősegítve azt, hogy az információkat a pályázati lehetőségekhez hozzáférjenek. Cserébe azt várjuk, illetve azt reméljük, hogy a nyertesek azok vállalják, azt, hogy beülnek az iskola padban és megtanulják az informatikai tudást, illetve hát, informatikai ismereteket, valamint pályázatírási technikákat fognak majd elsajátítani. De emellett kiemelendő az is, hogy az épületeik felújítására, karbantartására, állagmegóvására is forrást biztosítunk valamint igyekszünk azokat a civil szervezeteket, amelyek a terepen ott vannak, sőt a rászorulók között nap mint nap az életüknek részeivé válnak, azokat egy hálózatba tömöríteni. Éppen ezért régiónként legalább 20 civil szervezetet magába ölelő, régiós hálózat létrehozására is forrást kívánunk fordítani. Hogyan lehet pályázni, mi az útja módja ennek? Ugye a tegnapi napon megjelent pályázatra egészen november 15-ig lehet beadni a www.f.gov.hu oldalon a Társadalom Esélyteremtési Főigazgatóságál téren rendelkezésre. Lényeges az is, hogy ezeket a pályázatokat elektronikus formában lehet beadni, tehát külön van egy elektronikus pályázati felület, amely előzetes regisztrációhoz kötött, tehát a használat előzetes regisztrációhoz. Ezért is rendkívül fontos, hogy a pályázók azok az első körben mindenképpen a regisztrációval kezdjenek, és aztán után elindíthatják majd a, a pályázatoknak a, a beadását. Még egy pályázatot szeretnék ezen belül is, sőt, inkább témakört kiemelni, ez pedig a fiatalok közéleti szerepvállalásának a lehetőségét is támogatni kívánjuk, sőt, olyan vallási egyesületeknek a működés és kapacitásfejlesztési forrásait is igyekszünk megteremteni, amely hozzájárulhat a roma közösségek hitéleti kulturális adottságainak a, a továbbviteléhez, sőt a kulturális értékeihez. Valamint lényeges az is, hogyha a foglalkoztatásra is kitérünk, akkor a roma közösség rengeteg olyan kulturális értékkel rendelkezik, amelynek egy kicsit továbbfejlesztésével, akár egy piacképes termék, vagy ha úgy tett, értéket lehet -e a piacon is, vagy adott esetben az a, a összességében különböző eszközöket elvinni, és ennek, ennek hatása lehet az, hogy újabb és újabb munkahelyeket tudnak generálni akár a civil szervezetek. Ez egyfajta társadalmi vállalkozási folyamatokat is generálhat, tehát erre is van lehetőség egy ilyen tevékenységre a pályázatok keretében. Említette, hogy nyilván minél több pályázatot szeretnének elbírálni, úgy nagyjából számoltak-e azzal, hogy hány pályázat érkezhet majd? Igen, nyilván ez a forrás, ez nagyjából 5-600 darab pályázat támogatását teszi lehetővé. Ugyanakkor a pályázati konstrukcióban van egy újítás. Ugye azért hirdettünk három felhívásban hat témakört, hogy az adott pályázati felhíváson belül legyen mozgástér, tehát az igényekhez igazított forrás hozzárendelést igyekszünk majd megvalósítani hogyan bírálják el és kik ezeket a pályázatokat, mik a legfőbb szempontok? A külön bíráló bizottságot fogunk létrehozni. Ugye van egy úgynevezett előértékelési mechanizmus, amelyet a társadalmi esélyteremtési főigazgatóság fog megvalósítani. Itt a szakértő kollégák azok egyrészt formai követelményeket vizsgálnak, valamint utána a szakmai tartalmat, majd egy bíráló bizottsághoz, egy független bíráló bizottsághoz fognak bekerülni a pályázatok, és ők fognak tenni javaslatot a támogató felé a, a támogathatóságukat, illetve az szerűségüket illetően. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos program, és rendre vannak ilyen programok, szokott itt nálunk vendégeskedő napindítóban. Ez hogyan illeszkedik az összprogramok közé, ugye amiket a legfontos feladatokként önök kijelölnek évről évre maguknak, ez hol helyezkedik el most ezeknek a sorában? Ugye fontos megemlíteni a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát, amit ugye 2011-ben már elfogadott Magyarország, és ennek volt egy 2020-21-es megújítása. Ezek a konstrukciók és ezek a programok illeszkednek a stratégiánkhoz, és mindegyiknek van egy, van egy nagyon fontos küldetése, mégpedig az, hogy a küzdelmet és adott esetben az együttélési normák erősítését és az értékeknek a hangsúlyozását teszik lehetővé. Ezek egy komplex Rész, egy komplex rendszernek a részeit jelenítik meg, és én azt gondolom, hogy ezek a felhívások képesek változásokat generálni, és valóban az együttélést és a szegénységelen küzdelmet is együttesen szolgálják. Sztorj, Katila, nagyon szépen köszönöm ma is. Én is köszönöm.